Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Az ő következő lépése. Így hívom ezt a jóslást, ahol megtekintjük azt, hogy mit tervez, hogyan közeledik hozzád, hogyan viszonyulj te ő hozzá. Ez egy általános kivetés, viszont megvan arra a lehetőség, hogy kért tőlem ezt a jóslást, vagy egy másikat. A díjam minden jóslásnál 4000 forint. Itt látható a hold, és utal az ő jelenlegi helyzetére. Ez jelentheti az anyukáját, vagy a gyermekkori emlékeket, az anyai érzelmeket. A hold az jelenti általánosságban az érzelmeket is. A vágyakat, a reményeket, az álmokat. Az is lehet, hogy álmodik rólad, vagy álmodozik rólad. A következő kártya azt mutatja, hogy ki vagy mi befolyásolja őt. A külső befolyások. Itt látható a horgony, és jelenti a munkát, a hivatást. Ezek lehetnek munkahelyi kapcsolatok. Az ő következő lépése. Mit fog tenni? Itt látható a levél, ami a munkát, hivatást illeti, lehet egy szerződés, és akkor beszámol erről. Ami kettőtöket illet, ez a levél persze jelenthet egy hírt is, hogy ír neked. Az is lehet, hogy álmodik, álmodozik, és arra vár, hogy te írj neki. Hogy viszonyulj hozzá? Itt látható a szív, tehát a szerelem, mutasd ki az érzelmeidet, akkor erőt adsz számára. A kártyák azt is jelenthetik, hogy bízz meg benne, hogy ő szeret téged, és akkor a medve utal a belső erődre, a hitedre. Legyen meg ez a hit, hogy ő is szeret téged, te is szereted őt. És te is kimutathatod nyugodtan az érzelmeidet. És ez volt a szerelmes jóslás, az ő következő lépése. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!